A tolmácsoknak, a résztvevőknek üdvözlök mindenkit ma este. Igazán egyszerű és nagyszerű a címünk, hiszen készen állsz-e az üzletre másképp. És mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy legyenek meg az előfeltételeid a minősített facilitátorsághoz, nem arról szól, hogy ez a kurzus például előfeltétel annak, hogy minősített facilitátor legyél, hanem amit értek az alatt, hogy készen állsz-e arra, hogy ez üzletet másképp csináld. Tényleg igazság, az a kérdésem, hogy készen állsz-e arra, hogy pénzügyileg kivirágozz. Az a kérdés, amit feltennék most nektek, hogy készen álltok-e arra, hogy igenis belelendülj abba, hogy egy milliós üzletet vezess. Készen állsz erre? Ez csak egy álom, ez csak olyasmi, amit azért mondasz, mert mindenki ezt mondogatja, de igazság, készen állsz erre? Készen állsz arra? Minden egyes területére, aspektusára. Persze, hogy akarjátok, mindannyian tudjátok, hogy azt kell mondanotok, hogy ja, igen, hajlandónak kell lennem mindent megtenni, érted, de igazság, tényleg készen álltok erre? Valóban készen álltok-e arra, hogy az az energia legyetek, ami befogadja az 1 millió dollárt minden évben az üzletetek által. És ezután pedig haladsz előre. És aztán kérsz 2 milliót, aztán kérsz 3 milliót. Készen állsz arra, hogy az üzletet másképp csináld. Ez tényleg arról szól, hogy más látásmóddal, egy más nézőponttal kezdünk működni. És tényleg több 100 metódus van a világban, ami elmondja neked, hogyan keres pénz, hogyan növeld az eladásodat, és hogyha ezt csinálod, agresszív a promócióhoz folyamodsz, akkor ez meg az, és az fog történni. Én hosszú távon nem vettem észre, hogy ez működik. Rengeteg embert ismerek, aki pár hónap alatt összekapar pár millió forintot, és tényleg az az érdekes, hogy ezek a gyors módszerek gyorsan el is tűnnek. És tényleg látom azt, látok olyan embereket, akik képesek milliókat termelni, és mindig azt a kérdést tettem föl, hogy mit csinálnak másképp ezek az emberek. És azok után, hogy tényleg most már 20 éve üzletben dolgozom, és tényleg szerencsére egy olyan üzlet része lehetek, ami minden egyes évben növekszik és gyarapodik. Rájöttem a különbségre. Az a különbség, ahogyan az emberek befogadnak, ahogyan ránéznek az üzletre, ahogyan megtisztelik saját magukat, az, ahogy egyszerűen csak tudnak. Van egy toxikus része, ami elpusztítja a teremtést, az pedig a kételj. És tudom, hogy ez lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de abban a pillanatban, amikor hajlandó vagy feladni a kételyt, abban a pillanatban, hogy hajlandó vagy abba hagyni azt, hogy kételkedsz magadban, minden aspektusban, az az a pillanat, amikor az első lépést megteszed ahhoz, afelé az üzlet felé, amire te vágysz. És amikor egy 1 millió dolláros üzletről beszélek, ezt komolyan gondolom. Ugyanis nagyon sok ember azt mondja, hogy jaj, hát már 100 000 dollár is tök jó lenne, de én ezt most komolyan mondom, hogy garantálhatom, hogy abban a pillanatban, amint meg lesz az a látásmódotok, hogy abba hagyjátok, hogy kételkedtek magatokban, a képességeitekben, a kapacitásotokban, bármilyen kétel, amit valaha bevettetek attól a naptól kezdve, hogy megszülettetek, abban a pillanatban, hogy elengeditek ezt, búcsút mondtok ennek, abban a pillanatban generáló módba teszitek magatokat, abba a módba, ahol létre tudjátok hozni azt, amire vágytok. Ez az 1 millió dollár, ennek 1-2-5 évben kell megjelennie? Mi van akkor, hogyha ez 10 év múlva jelenik meg? Ez a lényege annak, hogy készen álljatok egy üzletre másképp, hogy nem érdekeltiteket a mikor. Ugyanis abban a pillanatban, hogy eljuttok abba az nézőpontba, hogy imádom az életemet, tényleg másképp csinálom az üzletemet, nem fogsz többé aggódni a pénzen. Az életed pedig egy örömteli utazás lesz arra, hogy többet generálj. És egyszerűen csak tudni fogod, hogy oké, most ez a következő. Az, hogy mikor történik valami, teljesen irrelevans lesz. És az, hogy csak élvezed, az lesz a mindennapjaid része. És ez az egy nézőpont, ott marad a lényeddel. Nem fog már teljesen irrelevánsra válik, hogy mennyi pénz van a bankszámládon, hiszen tudod, hogy gyarapodni fogsz. Tudod, hogy ez neked működik. A nézőpontunk teremti a valóságunkat, ergo minden egyes gondolat, amit az elménkben
létrehozunk, azok pontosan olyan magvacskák, amiket utána, amint kinőnek, azokat fogsz learatni. Próbáltátok például valaha tényleg elültetni egy magot, és mondjuk, amikor nem törődtetek vele, nem locsoltátok? Mi történt olyankor? Egyszerűen csak kiszárad és meghal. Elpusztul. Tehát készen állni egy üzletre másképp az én nézőpontomban, és amire én szeretnének most titeket invitálni, az a nézőpont, látásmód, amiben a kételj nem létezik. Ahol elültetjük azokat a magvakat, amiket te akarsz elültetni. Nem fogom neked megmondani, hogy mit kell csinálni, egyszerűen csak inspirálni tudlak téged arra, hogy azt csináld, ami neked bulis, utána pedig tudok neked tippeket adni arra, hogy hogyan locsolgasd a területedet, hogyan tápláld azt, hogy haladj előre, anélkül, hogy szét locsolnátok a szegény kis magvakat, ugyanis ki is nyírhatjátok a növényeket, hogyha túl locsoltok. Úgyhogy amikor túl csináltok valamit, az nem is feltétlenül egyenlő azzal, hogy több pénzt fogtok keresni, de ez egyébként abszolút már önmagában egy egész napos téma. Viszont ez lenne az én invitálásom. Ez az, ahogyan én megtanultam az Access Consciousness eszközeit a mindennapi életembe, az üzletembe beépíteni. És az a furcsa, hogy ezáltal tényleg mostanában jött föl egy párbeszéd során Garyvel. Talán mindannyian tudjátok, hogy Gary és néhány befektető az, akinek a birtokában áll a Castello kastély, és én is egy ilyen alak vagyok, akinek van egy 10% részesedése ebből az egészből, kastélyból. És most itt volt 60 fős, háromnapos testtanfolyam Kalpanával és Simonnal, és persze eldöntöttem pénteken, hogy majd szombaton én most idejövök, oda megyek a kastélyba, és megkérdeztem a menedzsert, hogy mondjuk Gerinek a privát szobája elérhető, és azt mondta, hogy igen. És abszolút azt gondoltam, hogy tele van a kastélyban az összes szoba, és utána Geri fölhívott, hogy megkérdezett, hogy miért akarsz az én szobámban megszállni, miért nem bérlet ki az egyik szobát a kastélyban, és mondtam, hogy biztos, hogy le vannak foglalva, hiszen ott egy hatalmas kurzus, és azt mondta, hogy Mégis milyen kérdés ez? Egyetlen egy résztvevő volt azon a testtanfolyamon, aki a kastélyban szállt meg. A kastély totálisan üres volt. Kalpana, Simon volt, aki ott szálltak meg, és egy darab résztvevő. Én abszolút azt gondoltam, hogy mindenki, aki a háromnapos testtanfolyamra megy, az egy hihetetlenül tápláló helyen, biztos, hogy ott fog megszállni a kastélyban, de nem. Ez csak az én kikövetkeztetésem volt. És meg is lepődtem, hogy wow, 60 emberből egyetlen egy választja ezt. Majd föltette nekem a kérdést, Geri, azt az egy kérdést, ami péntek óta teljesen megfejtetére fordította a világomat, azt kérdezte, hogy ezek az emberek jól élnek? És azt kérdezte, hogy jól élnek? Mi mit ért ez azáltal, hogy jól élnek? Hiszen jól élni azt jelenti, hogy a pillanatban élsz, és élvezed a pillanatot, hogy nem stresszelsz a pénzügyeken, holnapnak a pénzügyein. Az, hogy pénzt költesz örömmel, és élvezve azt, amit csinálsz, anélkül, hogy azon aggódnál, hogy most túl sokat költöttél. Ez a kételymentes, örömteli életednek az élvezése az, ami a jólét. És azt mondta, hogy rengeteg ember van, aki megpróbál jól élni. Aztán nem működik nekik, mert van egy része ennek az egésznek, ami nem engedi meg nekik azt, hogy befogadjanak, és ez a kételj. Hogy jaj, csak túl sokat költöttem, jaj, remélem, hogy ez működni fog. Bűntudatom van, mert többet fizettem a hotelszobáért, mint amennyit a kurzusért. Mind ez a toxikus gondolatok, amik végfutnak az agyatokon, amikor pénzt költötök, azok, amik korlátoznak, korlátozzák a befogadásotok szintjét. A pénz pedig befogadásról szól. Ha nincsen befogadásod, nem rendelkezhetsz pénzzel, hiszen ez csak egy energia. A pénz csak egy energia, ami olyan, mint a friss levegő, ami mindenhol ott van. De nem tudjátok befogadni, hogyha például ugye nem vesztek levegőt, akkor lehet, hogy meghaltok. És amikor abba hagyjátok, ha nem vagytok hajlandóak befogadni a pénz energiáját, nem is növekedhettek. Mindannyian itt vagytok, tehát megvan bennetek az, ami ahhoz kell, hogy túléljetek, és ott van ez a kihívás, hogy na utolsó pillanatban összehoztam rá a pénzt,
És még mentek is ezzel a jutalmazási módszerrel, hogy wow, milyen nagyszerű, hogy utolsó pillanatban éppen csak létrehoztam ezt, utolsó pillanatban, amit csak akartam. Persze, működik, nem arról van szó, hogy ez rossz lenne. A kérdés, amit én szeretnék nektek feltenni, az az, hogy jól éltek-e már? Már most jól éltek, egyszerűen csak nem ismertétek el. Szeretném, hogy, és tudom, hogy ez egy ingyenes Zoom, de menjünk mélyebbre. Oké, csak nézzetek rá az életetekre, és fogjátok meg az önítélkezést, a bűntudatot, és minden kételyt, most egy picit tegyétek félre, most csak egy nézzetek rá az áprilisatokra. Túl sok pénzt költöttetek? Jaj, rengetegszer mentem el piálni. Jaj, egy csomó pénzt ott hagytam a bárban. Jaj, ide repültem. Egy csodálatos hotelben szálltam meg, kimentem bacsizni. Amúgy is megcsinálod, és ahelyett, hogy élveznéd, azt mondanád, hogy igen, ebből kérek még többet, belemész abba, hogy nem kellett volna. Vagy remélem, hogy majd visszajön. Ez az az energia, ami a beáramlást legátolja. Az a bűntudat. Az a kétel, ami elcsipegeti a befogadásodat és eltömíti. Szóval az a kérdésem mindannyiatokhoz, hogy jól éltek-e. És hogyha nem éreznétek bűntudatot, amiatt, hogy hogyan költitek a pénzeteket, főleg, hogyha éppen csak túl sokat költöttetek, ezt most csak vedd ki belőle ezt az érzést. Csak most egy percre tegyétek félre, tegyétek fel a polcra, kicsit zárjátok el. Ha nem lenne kételj, és nem lenne bűntudat, és nem lenne rossz érzetetek, meg az, hogy ez nem kellett volna, az összes nem kellett volna. Ha konkrétan jól éltek-e, mi van akkor, hogyha csak rájöttök arra, hogy igen, amúgy rohadt jól élünk, és tök jól érzem magam, és nem is tudom, hogy ez hogy működik, de ez az, ahol a de szót használhatod. Nem tudom, hogy hogyan fog ez működni, de valahogy megoldom, hogy varázslatosan így vagy úgy, de megoldjam, és ez működjön. Ha elkezded ezt elismerni, egy középhaladó neked megfelelő gazdagságkurzust facilitáltam Shannon O'Hara-val most hétvégén, és újra meg újra kijelentette, hogy az elismerés és az elismerés tényleg a legalapvetőbb része a befogadásnak. Úgyhogy elismernétek-e azt, hogy mennyire nagyszerű életet teremtettetek magatoknak eddig, ahelyett, hogy folyamatosan arra fókuszálnátok, hogy mi nem működik. És mindannyian tudjátok ezt a példát, hogyha van egy poharatok, ami félig üres, vagy félig tele, melyik félig üres, vagy félig tele, mindkettő ugyanaz a mennyiségű víz, a te nézőpontodon múlik, hogy ez félig tele, vagy félig üres. Az egyik az könnyebbé tesz, a másik pedig elnehezít. És kinek a választása, hogy hogyan nézünk rá? A tiéd, a te választásod. A te választásod, hogy hogyan nézed az életedre, a te választásod, hogyan ítéled meg magadat, hogyan éled, hogyan, milyen választásokat hozol az életedben. És egy dolgot biztosan tudok, nem fogod megváltoztatni azt, ahogyan a pénzt költöd, ahogyan az üzletet csinálod, és meg is őrülnél, hogyha megpróbálnád megváltoztatni magadat. Kérlek, ne próbáld meg megváltoztatni magadat. Ezt az egy szívességet tegyétek meg nekem. Hagyjátok abba, hogy rosszul érzitek magatokat emiatt, hogy bűntudatotok van emiatt, hogy kételkedtek. Ez az, amikor készen álltok arra, hogy az üzletet másképp csináljátok, hogy az egész életetek másképp legyen, az életetek bőségből álljon. Mindegy, hogy az üzletetekkel, a pénzügyi helyzetetekkel, vagy mivel, a kis teremtéseitekkel. A kételj a lehetőség útjában áll. A bűntudat nem engedi, hogy befogadj. És az, ha rosszul érzed magad, az nem éppen egy tápláló energia. Ezzel nem locsolgatod a kis magvakat, amiket szeretnél nevelni, hanem megölöd, rátaposol ezáltal. Ehelyett, miért nem engeded meg magadnak, hogy csak tápláld ezt az egészet? A teremtéseidet, az üzletedet, mindegy, hogy milyen üzletet viszel, mindegy, hogy excesses üzleted van, egyéni vállalkozó vagy, konzultációs üzleted van, vagy csak egy alkalmazott vagy. Lényegtelen, hogy hol vagy ebben a pillanatban. Ha abba hagyod azt, hogy kételkedsz magadban, ha nem érzed bűntudatot, amiatt a pénz miatt, amit szerinted túl sokat költöttél, ha felteszed magadnak a kérdést, hogy jól élek? És nézd rá azokra a területekre, ahol általában. És csak nézd rá, hogy lehet, hogy lesznek olyan területek, amire azt mondod, hogy jó, ez nem is rossz. És lehet, hogy lesznek olyan területek, amiket meg kell változtatni, de ez a második lépés,
hogy ránézel azokra a területekre, amiket nem úgy működnek, ahogy szeretnéd. De ne menj bele abba, hogy ez így nem jó, ez elbaszott, ez nem működik. Hanem mi az, ami nem működik? Mi az, ami elbaszott? Mi az, amiről azt mondod, hogy nem megy neked? Ezek mind kikövetkeztetések, A kikövetkeztetésekkel pedig ezeket a kijelentéseket bezárod a testedbe, és beszilárdítod. Szar a munkám. Boom. Mit teremtesz ezzel a nézőponttal? Egy munkát, ami szar? Nos, gratulálok. Tényleg egy fantasztikus teremtő vagy. A te kijelentésed, a te konklúziód, a te nézőpontod teremti a te valóságodat. És hogyha ez egy kétrészes telekóval lenne, akkor most házi feladatot is adnék nektek, hogy írjátok le azt, hogy mit gondolsz a jelenlegi életedről, üzletedről, pénzügyi helyzetedről, nincs elég. Csodatos kijelentés, így nem is lesz neked elég ezzel a nézőponttal. Szar a munkám, több embert akarok kurzusaimra. Az, hogy amikor azt mondod, hogy ezt akarom, az azt jelenti, hogy ez hiányzik. Azt nem tudom magamnak megengedni, ez túl drága. Ezek mind-mind kijelentések, konklúziók, kikövetkeztetések, amiket bezársz. Azáltal, hogy ezt kimondod, hogy gondolod, hogy ez eként létezel, bezárod és szolidifikálod, amivel pedig ebből teremtesz többet, ugyanis ez az, ami felé energiát áramoltatsz. Efelé fordítod a figyelmedet. Én csak egy más valóságba invitálhatlak titeket, ahol azt mondom, hogy oké, ez nem az, amire valójában vágyom még. Kezdted azzal, hogy ez szar, ez nem működik, ez szopás. Most legyen, kössünk egy üzletet, jó? Most 10 másodpercig rendelkezhetsz a kikövetkeztetéseiddel. Oké? Írd le. Mi az, ami szar? Mi az, ami nem működik? Mi az, ami felcsesz? Ez rohadtul idegesítő. Majd nézd rá. És tényleg itt van a legvarázslatosabb eszköz, amit az elmúlt 7 évben tanultam az Excel-ben. Nézd meg azt, amit az előbb mondtál, és forgasd ezt át kérdésbe. Egy potenciális klienssel ebédeltem ma, és megkérdezték tőlem, hogy hogy találtam az Access-re. És emlékszem, hogy az a leges-legelső hangfelvétel, amit édesanyám küldött nekem, az egy interjú volt. Egy Susanna Mittermeierrel készítettek interjút, aki azt magyarázta, elmagyarázta a különbséget a kijelentés, a konklúzió, és a kérdés között, és még mindig ott van a fejemben, azt mondta, hogy egy kérdés gyönyörűen kinyit. Kinyitja az univerzumot, kinyitja az elmédet, megnyitja az energiákat többre, és többre, még több nem ismert lehetőségre. Ez egy ajtónyitás a nem ismertbe. És valószínűleg ez az a rész, ami miatt ez kényelmetlen olykor, ugyanis nem ismerjük. De ez a szépsége és az élet öröme, hogy belemerüljünk a nem ismertbe, az ismeretlenbe. És semmi nem fog történni, csak azért, mert még nem tudod. Hol van a kíváncsiság, amivel felnőttetek gyerekként? Hol van az a lelkesedés az életért és az élésért, amire akkor azt mondtad, hogy ó, te jó ég, és mindannyian meg beleteszitek a spirituális energetikai munkákat, lehetőségek szimfóniáját, szeretném túlmenni ezen a valóságon, akkor vidd az üzletedet a túlontúlba, magadat, a pénzügyi valóságodat, abba az ismeretlen túlontúlba. Túlontúl önmagában, definíció szerint már magába foglalja az ismeretlent. Észrevettétek már? Tudtátok, hogy a túlontúl tényleg azt jelenti, hogy túlontúl valami, amiről még nem tudtok? És amikor például az üzletről van szó, hajlandó vagy-e rendelkezni azzal, amit még nem rendelkezel? Hajlandó vagy-e létrehozni azt, amit még a világ még csak nem is ismer? Lehet, hogy te egy garantált valamire vágysz, mert azt gondolod, hogy ha ez garantált, na majd akkor te választod, de ez valójában igazi választása. Így tanultok meg járni? Így tanultok meg enni? Így tanultok meg úszni? Nem, egész egyszerűen csak megtanulod, nem adtad fel. Valaki azt mondta neked, hogy jó, csak próbálkozz még a járással, majd biztos, hogy előbb-utóbb sikerülni fog. Nem. Mert még csak nem is beszéltél akkoriban, és még ha szerencsére még csak nem is beszéltél akkoriban. Hála az égnek megtanultál járni, ugye? Amíg nem is tudtál kommunikálni. Valószínűleg pont azért volt ennyire könnyű, mert nem vetted be mások hazugságait és korlátozásait.
Mennyire vagyunk szerencsések, hogy megtanultunk még azelőtt járni, hogy egyáltalán fel tudnánk fogni azokat a dolgokat, amiket a szüleink mondtak nekünk. Ezt jelenti teremteni a túlon túl. Mikor csak haladsz előre, anélkül, hogy tudnád, miért akarnád tudni, úgyse fogod megtudni. Tényleg hajlandó vagy-e A-ból B-be sokkal gyorsabban előre jutni. Hány alkalommal estél el, amikor megpróbáltál járni, tanulni? 200? 100? Abba hagytad, vagy csak mentél tovább? Hajlandó lennél ez az energia lenni egy üzletben? Mi van akkor, hogyha nem adnád fel azonnal? Mi lenne, hogyha csak elismernéd, hogy üzletet létrehozni és teremteni egy maraton, nem egy sprint? És igen, ma el kell kezdenetek járni. De lényegtelen, hogy csináltatok-e valamit rosszul, csak azért, mert valami nem működött azonnal, csak azért, mert nem azt a vágyott pénzösszeget húzza be azonnal. Oké. Okay. És ez tényleg egy hatalmas téma. És ugyanaz, ugyanekkor pedig ez egy nagyon alapvető dolog. De mégis így, ilyen az élet, az emberek teszik bonyolultá. Miért? Mert nem szeretik a versengést. Szeretik, hogyha mások kicsiben maradnak. De neked nem kell bevenni a hazugságot. Nem kell bevenni azt a hazugságot, hogy ez nehéz, hogy neked egy diplomára van szükséged. Nem kell bevenned a hazugságot, hogy bárki nélkül, vagy önéletrajz nélkül, egy bizonyíték nélkül ez neked nem fog menni. Volt egy hölgy a neked megfelelő gazdagság kurzuson, aki azt mondta, hogy még nem vagyok gazdag, hogyha nincsenek millióim, hogyan lehetne, hogy én tanítok embereket a gazdagságról. Most ez egy tök érdekes nézőpont, de miért ne tanítanád őket erről? Miért ne lennél, miért ne válnál gazdagán, miközben ezt tanítod? Miért ne lehetnél az az invitálás? És rengeteg hazugság van az üzletben, korlátozás, amivel felnövünk, hogy miért nem lehet, miért nem kéne, miért fogunk elbukni, és milliónyi példa van arra, hogy emberek elbuknak. Anasztázia azt mondta, hogy igen, pontosan ez a nézőpontom, és igen, valószínűleg kivettem a fejedből. De ez nem jelenti azt, hogy az edukáció az nem jó. Nekem is van egy doktorátusom, de ez nem jelenti azt, hogy nekem ettől rosszabb leszek, vagy jobb leszek, nem fogom megszabadulni ettől, hanem tényleg pofátlanul fogom az előnyömre használni. És az, hogy Európában mindenképpen doktornak kell hívjanak téged, az abszolút előnyt kovácsol. Megkérdezik, hogy ó, doktor, hozhatok önnek még egy kávét? Persze, imádom, amikor ezt mondják. És tudom, hogy én ebből működök. Ebből is működtem, amikor az üzletemet elindítottam, hiszen nem voltak eszközeim. Most lehet, hogy másképp csinálnám, de teljesen örülök annak, hogy ezt így csináltam. És tudom, hogy most választhatok valami teljesen más. És tudom, hogy minden, amit eddig tettem, az nem volt hiába való. És ez igaz-e rád? Hol vagy te most? Készen állsz, hogy újra kezd az egészet? Nagyon fiatalnak kell lenned ahhoz, hogy tanulj? Vagy elúszott az a lehetőség, és most már csak kárhozott vagy arra, hogy mások gazdaggá váljanak. Ugyan már, hagyjuk már. Nos, nos, nos. Azt hiszem, még mélyebbre kell mennünk ebben a témában. Most csak kicsit szivatlak titeket, hogy abban, hogy hol korlátozzátok saját magatokat, és hol vettetek be hazugságokat. Szóval, hogy visszakanyarodjunk a Zoom eredeti elképzeléséhez, készen álltok-e ezekre a beszélgetésekre? Készen álltok arra, hogy rendelkezzetek ezzel? Vagy csak azt akarjátok, hogy elmondjam nektek, hogyan csináljátok egy kicsivel több pénzt? Nos, azoknak, akik egész egyszerűen csak szeretnék, hogy megmondjuk, hogyan, légy szíves, menjetek máshova. Annyira sok más modalitás van, ami majd elárulja nektek, hogy hogyan. Főleg, hogyha nem is tudom, így mondjuk Instagramon pörgetitek a feedet, ott vannak ezek a hirdetések, hogy hogyan keres 2 millió dollárt 3 hónap alatt ezzel az applikációval, és ott van ez a rengeteg önjelölt milliómos, akinek ott vannak a videói, és bebizonyítják, hogy hogyan, és ez persze, ez totálisan igaz, csak azért, mert valaki csinált egy videót arról, hogy ezt csinálta, az totál igazság, igaz? Nem tudtok felvenni egy színészt, aki megcsinálja ezt helyettetek, nem? Ja, nem, az emberek nem csinálnák ezt, sose hazudnának. Nos, hát, ja. Próbáljátok ki, aztán mondjátok meg, hogy működött, ha pedig. Készen álltok arra, hogy őszintén, brutálisan őszinték legyetek saját magatokkal, hogy ránézzetek azokra a területekre,
ahol még csak nem is gondoltad volna, hogy ott lehet egy korlátozás, hogyha hajlandó vagy a sebezhetőség ezen szintjével rendelkezni, belemenni abba, hogy megnézd, hogy mi működne valójában neked, annélkül, hogy elvárnátok tőlem, hogy elmondjam, hogy hogyan. Valamint, ha hajlandók vagytok megváltoztatni a nézőpontotokat, hajlandónak lenni, kérdésként létezni mindent. Egy kis mandarin tolmácsás is becsúszott a képbe. Maga a hajlandóság, hogy minden kijelentést, konklúziót, ítélkezést kérdéssé alakítani. Kényelmetlen lesz, természetesen, de nagyon hatékony is. De készen kell állnotok rá, ugyanis ez nem egy olyan kurzus lesz, ami azt mondja, hogy így csináld, és ezt csináld, hanem egy mély merülés lesz abba, hogy oké, ki vagy, mire vágysz valójában. És igazság, mi az, amire valójában vágysz. És hogyha a hajlandóság, hogy elengedj, főleg akár, hogy elengedd a múltadat, azokat a történeteket, amiket arról mesélsz, hogy miért, te jó ég, hány történetet hallottam már a karrierem, a facilitátori karrierem alatt. Igen, de nem tudom. Imádom az indiaiakat például. Azt szokták mondani, hogy igen, de ez, meg az, és mesélik, és mesélik, és mesélik a sztorikat, hogy miért nem. Vagy jönnek a németek, hogy oldalt ezt nem engedik meg. Vannak szabályok és regulációk, ez nem olyan könnyű Németországban. Én osztrák vagyok, szóval. És jönnek a latinok? Jaj, a dráma. A dráma. Hogy ez sok olyan, nem engedi meg nekik, hogy jaj, hát a kapcsolatom annyival fontosabb, mint a pénz. A pénz mindenhol ott van, mindenhol, minden kultúrában. Ott vannak azok a picik és kifogások, kicsi vagy nagy igazolások, és mindannyian rendelkeztek a saját történetekkel. És ez teljesen oké, nincs semmi baj a sztoritokkal. Írjatok egy könyvet. Tökéletes élet. Nem élted meg magaddal ezzel a rengeteg drámával a hátad mögött, még mindig élsz. Wow, szerintem Oscar-díjat érdemelsz. Én azt mondanám, hogy így bánjatok a múltatokkal. Lépjetek túl rajta, írjatok róla egy könyvet, csukjátok be, keresetek belőle pénzt, például keresetek valakit Latin-Amerikából, aki egy picit telenovellát fog belőle készíteni, és akkor még több könyvet fogtok eladni, még több pénzetek lesz belőle, vagy keresetek valakit Indiából, aki tényleg ezt a bollywoodi filmet készít belőle. Így tudtok ránézni a múltatokra, a múlt egy olyan dolog, amit nem tudsz megváltoztatni, oké? Pontosabban két dolgot nem tudsz megváltoztatni az életedben. Még csak nem tudod pottokolni, nem tudod tisztítani, nem tudod megváltoztatni, még varázslattal sem, még csak nem is tudod megeszópézni, hiszen ez a múlt. Nem tudod megváltoztatni a múltat. A múltnak vége. De meg tudod változtatni a nézőpontodat. Meg tudod változtatni a nézőpontodat. A rossz hírem az az, hogy csak egyetlen egy ember van. Egyetlen egy ember van ezen az egész bolygón, akinek megvan az ereje, és a képessége arra, hogy megváltoztassa a nézőpontodat. És ez te vagy. Én nem tudok neked ebben segíteni, nem tudom helyetted megcsinálni. Te vagy az, aki erre képes, hogyha valóban akarod. De akarnod kell. Szóval igazság, valóban meg akarod-e változtatni a nézőpontodat? Készen állsz arra, hogy becsukd ezt az ajtót? Készen állsz, hogy azt mondd, hogy tudod mit? Élek. Ennyire van szükségem ahhoz, hogy újra kezdjem. Lehet totálisan, lehet, hogy az utcán élsz, hajléktalan vagy, nincsen pénzed, lehet, hogy most jöttél csak ki a börtönből. Bármi is. Lényeg az, hogy most van itt az idő arra, hogy azt mondd, hogy oké, ez nem volt annyira bulis, úgyhogy ezt nem fogom többet választani, de mégis túléltem. Mi az, amit ez megmutat rólad, elmond rólad, hogy az életed rossz volt? Vagy hogy bármi történt az életedben, mégis erősebbé váltál. Hiszen van ebben erő, és bátorság, amit szeretnék felfedezni benned, és megerősíteni téged abban, hogy most egy más jövőt teremts. Minél több dráma van a múltadban, minél szörnyűbb volt az életed eddig a pontig, annál több erőd van ahhoz, hogy egy más jövőt teremts. És ez nem azt jelenti, hogy szükséged van a drámára,
hogy nehézségekre van szükséged ahhoz, hogy felélezd magadban ezt az erőt. Ez csak egy módja annak, ahogyan emberek teremtenek, főleg a humanoidok. Folyamatosan bizonyítgatják azt, hogy erősebbek másoknál, de igenis túl tudnak élni. Az én kérdésem az, hogy oké, nagyszerű. Egyszerűen ez egy hihetetlen nagy tehetség. Ez egy hihetetlen képesség. Szeretnéd-e folytatni azt, amit eddig csináltál, vagy most? Hajlandó vagy-e mindezt arra használni, hogy azt az életet hoz létre, amire valójában vágysz, beleértve a pénzt, az üzletet, és hogy az a személy legyél, aki valójában lenni szeretnél, és mindig is szerettél volna lenni gyerekként. Nem reakció által, meg nem bosszúból. Mondjuk én pont olyan ember vagyok, aki imádja a bosszúnak az energiát, totál begerjesz. Amikor mérges vagyok valakire, az wow, jöhet. És tudom, hogy nem annyira kedves dolog ez a testemhez, és nem hozzájárulás, de 10 másodpercig abszolút belemerülök abba, imádom, élvezem, majd felteszem a kérdést, hogy ha ezt használom, ezt az erőt, ezt az erőnek a mennyiségét, ami itt van elérhető számomra, mi lenne, hogyha ezt teremtésre használnám, a bűnhődés, a bosszú és a harag és a csalódás helyett, hiszen ezek mind hihetetlen nagyságú energiák, amiket teremtésre is használhatunk. És ez az, amire invitálhatlak titeket, hogyha szeretnétek ezt, akkor szerintem készen álltok arra, hogy üzletet csináljatok másképp. Hogyha hajlandók vagytok becsukni az ajtót, hogyha hajlandók vagytok az a példakép lenni, az a vezető, aki egy más jövőt mutat. Tudjátok, hogy mit mondott Gandhi, hogy annak a változásnak kell lennetek, amit szeretnétek a világban látni. Úgyhogy ne várjátok, hogy ez a változás csak megtörténjen, mert akkor lesztek azok ma. És akkor hozhatjátok meg ezt a választást ma. Hiszen ez itt van, itt dől el, fejben. Ez a nagyszerű része annak, hogy ha megváltoztatod a nézőpontodat, az, ha megváltoztatod a nézőpontodat, az ingyen van. Még csak nem is kell érte fizetned. Még az is, azt is mondanám, hogy most itt vagytok egy ingyenes Zoom-on, szóval ennyire van szükség hozzá. De ez azt is jelenti, hogy bocsi, nincs hely kifogásoknak. Hogyha valójában azt választod, hogy azt az életet éled, ahol fölkelsz minden egyes nap, egy hatalmas mosolyon az arcodon az el, hogy izgatott vagy az életeddel, új kalandokkal, pontosabban ismeretlen kalandokkal, amikor bízol abban, és tudod, hogy bármi, ami megjelenik, a szép, a csúnya, a dráma, azt igenis kezelni fogom tudni, hiszen erős vagyok, erőteljes vagyok. És nem kételkedem magamban. Hogyha ez a szikla vagy az árban, akkor ugyan már értitek ennek az energiáját, hogy megállíthatatlanok vagytok, mindent megkaptok, amire vágytok. Előbb, vagy utóbb, most kell történnie? Nem, hiszen tudjátok, hogy előbb-utóbb ott lesz, így vagy úgy. Még csak nem is fogtok soha többet aggódni. És ez az energia, hogy te vagy a szikla az árban, te az üzleted, tudva azt, hogy képes vagy mindennel bánni, ami megjelenik, bármi is legyen az. Ez az, amikor használod a valódi erődet teremtésre, ez a valódi kedvesség önmagaddal. És ez az alapja annak, hogy létrehozd azt az életet, amire vágysz. Hogyan fog ez kinézni? Fogalmam nincs. Majd megtudod, hogyha megengeded nekem, hogy feltegyek neked kérdéseket. Én ennyit tehetek most, értetek, annyit, hogy felteszek nektek kérdéseket, hogy megtudd, hogy mire vágysz. Elmondod nekem? Nem biztos, hogy mindent. Ez az. A lényeg az, hogy megtarthatjátok a kis titkaitokat. Ez egy olyan energia, amit szeretek megosztani. Ez az a világ, amire én vágyom a jövőben. Úgyhogy ez az, amit én facilitálok. Valószínűleg tudjátok, hogy én vagyok, egy ügyvéd vagyok, és még mindig van egy ügyvédi irodám, rengeteg üzletet kötök, és még mindig imádom, élvezem. De arra is vágyom, hogy több ember legyen, aki boldog. Aki arra vágyik, hogy megváltoztassa a világot. Mondanám, hogy több tudatos milliómos szeretnék a világban, és azért, hogy ez 10-20-100 évben
ez megjelenjen, ehhez most meg kell tanítanom embereket arra, hogy hogyan csinálják ezt. Hiszen több, már most több tudatos milliómos van, de még mindig nincs elég, hiszen csak azért, mert tudatos vagy, az nem jelenti azt, hogy képes vagy milliókkal rendelkezni. És nem is kell, hogy ez meglegyen neked. Nem azt mondom, hogy csak akkor vagy tudatos milliómos, hogyha sok pénzt akarsz. Ez csak egy módja annak, hogy eként létez. De arról is fogunk beszélni, és ez is az üzlet másképp tanfolyam része, ami viszont ez nem is nem igazán a pénzről szól. Mindenről szól. Az élet bőségéről. Amit a legtöbb ember nem ért, hogy a pénz része mindennek. Azt gondolják, hogy meg kell csinálnom ezt, és a pénz az csak ez a gonosz plusz, ami ott van. Bárcsak lenne módunk arra, hogy másképp kereskedjünk. Mi lenne, hogyha tudnánk tudatossággal kereskedni? Mennyivel jobb hely lenne a világ? Na most az a helyzet, hogy a pénz igenis éberség, a pénz is tudatosság, és a pénz is energia. Szóval bármire is vágy az életedként, az üzletedként. Nem kell, hogy a pénzről szóljon csak, de megengednéd a pénznek, hogy belecsatlakozzon ebbe a buliba, mint más. Mi, hogyha mondjuk az 500 vendégből csak egy lenne a pénz, ne zárd ki, oké, légy kedves a pénz energiájához, hiszen ez egy hihetetlen gyönyörű energia. Engedd meg neki, hogy részese legyen mindennek, annak, amit létrehozni szeretnél. Az egész mindennapi életednek engedd meg, hogy része legyen, magyarul csak fogad be, mindenhonnan, minden által, főként az üzleted által. Nos, ez az üzlet másképp. Készen álltok arra, hogy rendelkezzetek ezzel? Vagy olvassátok el az üzlet öröme könyvet, ez egy nagyszerű könyv, vagy csatlakozzatok hozzám. Nagyjából háromszor egy évben szoktam facilitálni egy ilyen kurzust. Nem, németül is facilitáltam most, nem is olyan régen egy ilyen kurzus, teljesen más élmény volt, nagyon-nagyon furcsa volt, 3 éve nem facilitáltam németül, és nagyon-nagyon hihetetlen élmény volt, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Nagyon-nagyon várom a következő teremtéseket, a pénz és az üzlet körül, és annyira örülök, hogy a Covid-nak vége, és végre körbeutazhatom megint a világot. Ez most online lesz, ez az utolsó tanfolyamom online, a többi az személyes lesz, ugyanis hamarosan Budapestre érkezem neked megfelelő gazdagságkurzussal, megyek utána neked megfelelő gazdagságkurzust tartani Dél-Afrikába, és aztán megyek Argentínába, és imádok utazni, szóval rengeteg-rengeteg dolog következik, bárhol is vagy a világon, nagyon remélem, hogy hamarosan személyesen találkozunk. Nagyon szeretnék hozzájárulás lenni ahhoz az élethez és üzlethez, amire vágysz. És egyszerűen csak szeretek ott lenni, és megváltoztatni veletek a világot. Én benne vagyok, semmi nem állíthat meg, úgyhogy én haladni fogok. És én már benne vagyok ebben a maratonban. Nagyjából 7 éve, és még rengeteg-rengeteg év van hátra, úgyhogy ha szeretnétek később is várni, szeretnétek tovább várni, itt leszek 10 év múlva is, oké? Tudom. Hiszen ez full is, ez az, amire én vágyom. Úgyhogy vagy jövő héten jöttök, vagy 10 év múlva, én akkor is örülök neki, hogyha láthatlak titeket, akár ez most van, vagy később. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ez fantasztikus volt, csodálatos volt érzékelni ezt a rengeteg világszerte minden honnani energiákat érzékelni. Köszönöm tolmácsok, köszönöm mindannyiatoknak, csodálatosak vagytok, puszi mindenkinek, köszönöm nektek, sziasztok!